Egy közös fotó az egyik adománnyal teli dobozzal a szekszárdi Balassa János kórház karácsonyfája alatt. Összesen egy kis teherautónyi ajándékot gyűjtöttek össze az Atomerőmű KSC játékosai és táptagjai, valamint a csapat szurkolói a megyei kórház betegeinek. A dobozokba főként tisztálkodó és egyszerű higiéniai termékek kerültek. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy azok az emberek, akik olyan állapotban érkeznek a kórházba, vagy nincsenek hozzátartozóik, vagy éppen nem törődnek velük, hogy az ő ellátásuk is gördülékenyen menjen, és ehhez tényleg ezek az alapdolgok, hogy tusfürdő, fogkefe, fogkrém, borotva, meleg ruha, papucs, ez nélkülözhetetlen. A gyűjtés előtt a KSC és a kórház vezetői egyeztettek arról, hogy milyen felajánlásokkal tudnának leginkább segíteni az adományozók a betegeknek. Németh Csaba, a kórház főigazgatója azt mondja, az ilyen egyszerű mindennapi használat eszközök igazán hasznosak, mert sokan nem tudnak felkészülni arra, hogy betegágyba kerülnek. Azokat az embereket tudjuk ebből segíteni, akik vagy valamilyen váratlan, rendkívüli helyzetbe kerülnek be a kórházba, és nincs alkalmuk rá, hogy a kórházi bentartózkodáshoz szükséges mindenféle hozzávalót összekészítsék, illetve hát sajnos vannak olyan embertársaink is, akik olyan eleve olyan szociális körülmények közül érkeznek. A szekszárdi KSC nem most először segített a kórház betegeinek. Az advent előtti gyűjtés már hagyomány a csapatnál, és korábban a gyermek és az újszülött osztálynak is segítettek hasonló akcióval.